Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír. És az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. Igen, ez így igaz. Én azt gondolom, szerintem önök is ezzel egyetértenek. A házigazda a Vásárhelyi Zoltán férfikar fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát épp itt az idő, hogy idén ennek ünnepélyes alkalomkor is megfeleljen és előálljon a közönség elé. Emiatt, hogy Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója van, a házigazdák kérték a kórusokat, hogy magyar kórusművel is készüljenek, és állíthatom, ez így történt. Szeretném bemutatni tehát akkor a vendéglátó, Vásárhelyi Zoltán férfikar, Karnagy Klaus Róbert. Mellettem egy vezényel Res Tamás. A meghívott kórusok. Stellária Média női kar a Szódról. Karnagy, Írok Nagy Levente. Zenekedvelő kórus a Kaposvárról. Karnagy, Kerekesné Vitel Anna és Horváth Magyarné. Liszt kórus Bajáról, Karnagy Makkai Katalin. Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, aki a kórus találkozóra eljött. Kérdezhetik joggal, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül a szerzetes ide a pódiumra. Kodály Zoltánról esett szó, mint akinek halála évfordulója van. Az egyik budapesti kolostorunkban, Pasaréten élt Szedő Dénes atya, ferences szerzetes, és egy alkalommal egy balonkabátos, őszbehajló, szakállos, szikár, vékony férfi kopogtatott a kolostor ajtaján, mire az őt nem ismerő, Kodály Zoltánt nem ismerő, laikus testvér kikiabált, azt hitt, hogy valami koldus, hogy nincs ajándék esernyőnk, meg ebédünk. Kodály Zoltánnak, Szedő Dénes atyával is rajta keresztül a ferences rendel, és az egyházzal is nagyon-nagyon sok kapcsolata van. Azt hiszem, ez az ő munkájából, életművéből ki is érződik, és nem kell egészen Szent Ágostonig bennünk, és a jelenlévők nagyon is jól értik, hogy mit jelent az, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Aki énekel, annak a lelke nyitva a természet fölötti felé, a lelke nyitva az Úristen felé, még akkor is, hogyha ezt ő esetleg annyira nem is tudja. Az előttem szólók már emlegették a határon átnyúló összefogást. Kárpátalján szolgálok jelenleg, nagy örömmel és szeretettel szolgálom azokat a magyarokat, akik egyáltalán nem tehetnek arról, hogy éppen ott és akkor húzták meg a határt. Gondolom, hogy jelenlévők közül mindenkinek van kapcsolata felvidéki, délvidéki, erdélyi, kárpátaljai vagy más peremvidéki magyarokkal. Ha már engem kértek föl fővédnöknek, akkor hadd kérjem a jelenlévőket, hogy gondoljanak azokra, és sokszor gondoljanak azokra, akik önhibájukon kívül, a határon kívül szorultak. De a galántai táncok, vagy a marosszéki táncok hallatán pontosan ugyanúgy dobban a szívük, mint a jelenlévőknek, mint minden zene szeretőnek és zeneértőnek, és minden magyar vers, legyen az rímhányó, romhányi, vagy bárki más hallatán is, az embernek jó ízű lesz a szája a szótól, és ez talán akkor értékeli igazán az ember, amikor több ukrán szót hall már Kárpátalján, mint magyar szót, akkor értékeli jobban, amikor ezért a nyelvért üldözik, és azzal fenyegetik, hogy nem használhatja majd édes magyar anyanyelvét. Kérem a jelenlévőket, hogy gondoljanak szeretettel mindig-mindig a határon túli magyarokra, akik sokszor nem tudnak helyesen írni magyarul, sokszor hibásan beszélnek magyarul, de nagyon-nagyon értékeljék azt, hogy magyarok akarnak lenni, és magyarul akarnak érezni és énekelni. Kérem, érezzék jól magukat, és nagyon büszke vagyok a szervezőkre,
tanítványomra, Vas Bencére, Herman Benedekre, akiket Szentendrén volt szerencsém tanítani, legyen részük egész este jó élményben, az ének és a zene összeolvasztó erejében. Köszönöm szépen! Hey, who's that?
Lord.